A korábbi lezárások miatt az elmúlt évben többet volt zárva, mint nyitva a Mancsrencs. A csökkenő bevételek miatt pedig ismét egyre nagyobb teher nehezedik a pécsi állatfarm tulajdonosára. Éppen ezért Fejes Rózsa úgy döntött, kihasználja az adakozó kedd elnevezésű kezdeményezést. Az Amerikából indult akció célja, hogy az embereket a nagy vásárlások időszakában arra buzdítsák, figyeljenek oda egymásra, az elesettekre, a hátrányos körülmények között élőkre, és adományokkal másoknak is segítsenek. Ehhez csatlakozott 2014-ben ehhez a mozgalomhoz Magyarország is, és a NIOK segítségével idén már 30 civil szervezet gyűjt Magyarországon. Ehhez csatlakoztunk mi is a Mancsrencs az Állat és Uli Alapítvánnyal, és gyakorlatilag mi most idén az állatainknak a téli takarmányozására gyűjtünk. Normál hónapokban a rencs egy hónapja 300 000 forint körül szokott lenni, tette hozzá Rózsa. Ez az összeg télen jóval magasabb. A nemrég megmérgezett kutyus, toruk megmentése és kezelése pedig több mint 470 000 forintba került. Így most a NIOK alapítvány koordinálásában az adjukössze.hu oldalon támogatható a pécsi mini állatkert különböző összegekkel. December 23-áig tart ez a kampány, és az azt követően összegyűlt pénzt a NIOK összesíteni fogja, és akkor szét fogja osztani azok az egyesületek, alapítványok és civil szervezetek között, akik ebben részt vettek is, természetesen annyit, amennyit az ő rájuk gondoló cégek és magánszemélyek utaltak nekünk. Eddig már 80 bálna széna is érkezett az állatfarmra, de különböző tápokra is szükség van, némely állat számára pedig külön fűtést is biztosítani kell. Az adakozó kedd keretén belül elindított kampány mellett telefonos egyeztetést követően akár személyesen is fogadja a rencs csapata az állatoknak szánt eleségeket.